Fejezte be a kereskedést, és hát nem volt jó a, a, az észak-amerikai piac sem. A hangulat ott is 2%-os mínuszt hozott a nagy papíroknak, illetve a nagy indexeknek. A Dow 2% fölötti mínuszban, a Nasdaq 2%-os mínuszban, az S&P 19 os mínuszban zárt és a legnagyobb volumenben gazdát cserélt papírok közül a Chevron vezette a bukást 4,3%-os mínusszal, a Citigroup 3%-ot, a GE 3,6%-ot, a Johnson Johnson szintén 3,5%-ot vesztett értékéből, a Macy's pedig majdnem 3%-ot, és hát igen, ezt lehet látni, hogy a Norwegian Cruise Lines is 6,2%-os mínuszban van, úgyhogy lehet látni, hogy a volatilitást kiválóan jelzi ez a két hát, ilyen pedig az a társaság. Körben, Igen. ugye Az Igen. ilyen társaságok most pont ez hiányzott még nekik. Most nézegettem még a forint piacát, kérlek szépen, egész erősen zárta a hetet 357 forint környékén, és most is ott van, de most még nincs ilyen nagy forgalom a forint piacon, a 8 óra után lesz inkább mérvadó az árfolyam, és ez egy nagyon kritikus szín, mert a 2019 márciusában elért elmúlt időszaki mélypontja, pontja, ami a 310 forint környékén volt, egy onnan meghúzható ilyen emelkedő trend vonalat tesztelget éppen így a jegyzés, úgyhogy hát kíváncsian várjuk, hogy meg tudja -e törni esetleg ezt a most már két éves folyamatos gyengülő trendjét a forint, vagy pedig, vagy pedig nem. Úgyhogy kritikus ez a 357-355 forint környéke az euróval szemben. Úgyhogy ez lesz talán a hét egyik izgalmas pontja itt legalábbis. Hát a meg még ugye folytatódik az a, az izgalmas pont, egy kedves hallgatónk Péter küldött is egy fotót, egy ilyen rakéta jelmezben éppen tőzsdéző, mint, mint játszana, de tőzsdézik egy, egy úri ember, a rakéta jelmez, és a hátán van egy EMC-s rakéta, és azt kérdezi, Aha. hogy vajon ez Challenger lesz, vagy Voyager? És hát nyilván arra utal, hogy a GameStop után ugye az egyik az AMC, amire, amire ráugrott ez a subreddit közösség. Ennek az egésznek a jelenségéről fogunk majd beszélgetni. Mégpedig a GameStop történetben, hogy kifázik rá a legjobban, ki a hunyó, hol romlottak el a dolgok, ezeket tesszük fel, ezeket a kérdéseket Karagics Istvánnak, a, a, a ügyvezető igazgatójának. Szóval elég sok érdekesség van egyébként ebben a témában, úgyhogy ezzel majd foglalkozunk 7 óra után. Tősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben. Na, írnak a hallgatók nekünk a de 96, figyelj, 30, Csönd 60, van. 90. Csönd van. Igen, alapvetően csönd van, szerintem mindenki próbálja kidörzsölni az álmosságot a szeméből. Ez a váltakozó időjárás, hát figyelj, 16 fok is lehet a héten. És ugye egymás után jön ez a meleg és az a hideg, ezek a frontok cserélődnek, engem rettentően aluszékonyát tesz. Tehát a reggeli korai, korai kelés az az nem ment olyan gyorsan. úgyhogy... Igen, csak hát, a megérezzük, főleg azok, akiknek esetleg még izületi problémái is vannak, mint hmm. nekem, azok egyszerre aluszékonyak, és nyögnek és csaszolnak, mint egy véremben, de hát. Tessék. Ez Már egy itt ilyen tartunk. Dolog. Itt, itt. Én azt mondom, hogy most megnézzük, hogy Schmidt Andi milyen híreket talált. El is mondja őket, hála Istennek, ez nem nekünk kell, hanem az ő szép csengő hangján hallhatjátok, vagy hallgathatjátok meg. Utána pedig jövünk vissza, és akkor Budapest tecsodás rovatunkban majd beszélünk arról, hogy mi történt a fővárosban és környékén. Majd ezt a GameStop sztorit fogjuk egy picit gorcső alá venni. Nézd a Millás reggeli a